Az írásbeli érettségi a magyarral vette kezdetét, ahol a szövegalkotási részben a diákok Arany János Tetemre hívás című balladája, Karinti Frigyes Tanár úr kérem című karcolatfűzére két részének összehasonlítása, valamint a heroikus életfelfogásról szóló érvelés közül választhattak középszinten. Az idei 2012-es magyar érettségit én viszonylag könnyűnek találtam. A diákok nagy része elsősorban az érvelő feladatot választotta, körülbelül a 90%-a. A másik kettő az nagyobb felkészültséget igényelt volna. Az én diákjaim elsősorban az érvelést választották, mivel abból felkészültebbnek érezték magukat. A javítás során meglehetősen vegyes eredményeket mutatott. Nyilván a gyengébb tanulók gyengébb eredményeket produkáltak, a jobbak viszonylag jól megoldották a feladatokat. A szövegértési része én szerintem a korábbiakhoz képest nehezebb volt. Ez látható is, hogy körülbelül a 40 pontból olyan 25-30 pont között átlagok születtek. Elsősorban a logikai, elvont logikai képességet igénylő feladatokkal álltak hadilábon, ezek kevésbé jól sikerültek. A szöveg alkotási feladatban az érvelésük az megfelelő, meg alátámasztják példákkal, igazándiból nem okozott nekik problémákat ez a fajta feladat. Összességében elmondható, hogy a korábbi évekhez képest szerintem könnyebb volt a feladatsor. A közepesti jobb eredmények születtek, igazándiból azért mondom, hogy elégedett vagyok a gyerekekkel. Exponenciális és törtes egyenlet, geometria, halmaz és statisztikai feladat is volt a középszintű matematikai érettségén. Elégedett vagyok a diákokkal, és én úgy gondolom, hogy a diákok is örülni fognak az eredményeknek. Nekem most egy érettségiző osztályom volt, és mindannyian átmentek sikeresen. Mindenki szerintem hozta azt a formáját, amit magának kitűzött célként. Ebben nyilván közrejátszott az is, hogy az idei érettségi feladatsor az szerintem a várakozásoknak megfelelően alakult. A 9-től 12. évfolyamig tartó tananyagot teljesen átölelte, és hát voltak benne könnyebb feladatok, ami a gyengébb tanulóknak kedvezett, tehát volt benne százalékszámítás, volt benne testtömegindexnek a kiszámolása, de emellett voltak elgondolkodtató nehezebb példák is szép számmal. Hát ehhez átfogó tudás és alapos tudás kellett, vagy volt szükséges. Sikeresen megoldották a tanulók, a nehezebb feladatokkal is nagyon jól boldogultak. Ami nagyon kedvezett a diákoknak, hogy az idén több olyan példa is volt a feladatsorban, amit logikai úton, úgymond józan paraszt észszel is meg lehetett oldani, és szerencsére a diákok használták az eszüket, és ha nem is a tanult képletekkel, összefüggésekkel oldották meg, de mindannyian sikeresen megoldották a nehezebb feladatokat is. A történelem írásbeli érettségén az egyszerű, rövid válaszokat igénylő feladatok témái között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, a trianoni döntés, Mária Terézia, valamint a Rákosi és a Kádár korszak is szerepelt. A reformkorról, a kiegyezésről, valamint a magyarországi kisebbségek helyzetéről és IV. Béla uralkodásáról a második, esszé feladatokból álló részben kellett értekezni. A történelem helyett a társadalom ismereti érettségét is választhatták a végzősök. Az idén 45-en írtak dolgozatot a választott témából a Szerencsi Bocskaiban. Összességében elmondható a történelem középszintűről, hogy mindenki a minimális szintet sikeresen teljesítette, tehát bukás nem lesz, erre egyébként még nem is volt pénz az iskola történelme során. A szóbelin még egyharmad arányban javíthatnak a feleletükön. A többség jól oldotta meg a feladatát, viszont az is tény, hogy igazán kimagasló 90% feletti eredmény csak a nyelvi tagozaton és a hatosztályosban volt. A többieknél 1-2. Egyre népszerűbb iskolánkban a társadalmi ismeretérettségi is, erre 2006 óta van lehetősége,
a diákoknak az idén már 47-en éltek ezzel a lehetőséggel. Sajátos módon kell megoldani az írásbeli feladatot, úgynevezett projektmunkában decemberben választhatnak három témából. Egyet, amit otthoni egy ilyen kis szakdolgozat formájában dolgoznak ki, minimum 10, maximum 15 oldalban. Az idén három témából választhattak, a víz az élet címmel, az édesvízkészlet feletti politikai küzdelemről kellett anyagot gyűjteniük, vagy a kereskedelmi és a közszolgálati médiákat kellett összehasonlítaniuk különböző formákban, esetleg a magyar termékek, illetve a magyarországi vásárlói szakásokról kell térni. Közel egyenlő arányban oszlottak meg a dolgozatok, tehát egyharmad arányban választották a három témát. Itt is nagyon változatos kép, nagyon sok remekül sikerült, maximális pontszámú, szép, igényes, akár szakdolgozat szintű munkai született, néhányan viszont csak gondolom a kettes megszerzése volt a cél, annyi energiát is fordítottak rá, és így olyan eredményük is született. Az írásbeli dolgozatok megtekintésére június 5-én 8 és 14 óra között nyílik lehetőség az iskolában. A betekintést az osztályfőnökök szervezik meg. A vizsgázó a dolgozatairól kézzel feljegyzést készíthet, annak értékelésére észrevételt tehet. Ezt először a szaktanárral beszélheti meg, ha ezt követően is véleményeltérések merülnek fel, akkor az esetleges észrevételét a megtekintés követő első munkanap végéig, tehát június 6-án 16 óráig adhatja be írásban az iskola igazgatójának. A szóbeli érettségi vizsgák június 18-án kezdődnek a Szerencsi Bocska István gimnáziumban.